Ezelőtt hallhattuk akusztikus formában Polgár Patrik és Kóbor Zsóka Valamiért című dalát, amivel holnap este a Dal színpadára is fellépnek. Majd sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Nehéz megszólalni, mert ez egy nagyon szép dal, nagyon melankólikus. A szakításról szól és az elvesztésről. Patrik, mi ikletett meg ebben téged? Miért pont ezt választottad? Először is nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk nálatok. Nem szoktam tudatosan válogatni, amikor dalt írok, mindig az engemért ingerek és hatások következtében ülök le a hangszeremhez, vagy éppen ragadok tollat. Ez egy valós történeten alapult, vagy hát egy valós történet váltotta ki belőlem ezeket az érzelmeket, és ilyenkor egy zenész dalba szokta önteni a bánatát, hogyha mondhatom ezt így, és hát ez is így történt, de egész jó utat jár be ez a dal, úgyhogy már csak ezért is pozitív, hogy ez megtörtént. Most ez bármennyire furcsán is hangzik. És ugye ehhez a dalhoz egy videoklip is készült, amit annól még hozzánk hoztatok el. Ha egy kicsit visszaidéznénk a klip forgatási időszakát, az első időszakot, mi volt a legnagyobb élmény a forgatásban? Hát számomra az, hogy egy kádban feküdhettem nagyjából 2 óra hosszat. És hát elég kellemes volt, igen. Ez már önmagában nagyon kellemes. Igen. Van egy kicsi történetetek, hogy ti bejutottatok a dalba, de nem nagyon tudtátok meg ezt? Ennek van egy ilyen kis vicces története. Igen, abszolút. Röviden összefoglalom. Kimaradtunk abból a körémélből, amiben tudatják a 30-as mezőnnyel, hogy gratulálunk, bekerültetek, gyertek el majd a sajtótájékoztatóra. Minket a sajtótájékoztató előtt egy nappal hívtak fel, és egyébként még akkor sem közölték, hogy miért kell ott lennünk, csak nekünk ott kell lennünk, majd a helyszínen kiderül, úgyhogy mi tényleg a sajtótájékoztatós bejelentésen tudtuk meg, hogy nekünk ez most sikerült. Milyen érzések voltak bennetek, amikor megtudtátok, hogy mégiscsak ott vagytok? Hát nem igazán hittük el, kicsit lesokkolottunk. Az egy ilyen hullámvasút volt hát, akkor. Igen, de szerintem még most sem fogtuk fel teljesen, úgyhogy majd holnap.
Van a dalban egy sor, most egy picit puskázom, így szól, más teszünk boldoggá magunkért. Alapból a szöveg nagyon szép, viszont ezt mi kiragadtuk. Ezt egy picit fejtsük meg, hogy ez mit jelent számotokra, mert ennek inkább ilyen... Kicsit kettős éreztünk. Igen, valaki ezt mondta, valaki azt mondta, hogy amikor átbeszéltük ezt. Azt mondják, illetve kicsit talán én is ezt vallom, hogy a szerelem egy picit önző dolog is, mert hogy azért is akarsz szerelmes lenni és boldognak. Tehát és azért is teszed boldoggá a másikat, hogy te magad is boldog legyél. Ez a sor igazából erre utal. Hogy egy kicsit az önzőségről beszélünk, és mondjuk önzők lehetnétek annyira, hogy mondjuk tétek legyen a végső győzelem, akkor ezt a zenei karrieretekben mire fordítanátok? Mi az, amire leginkább kéne ez a győzelem? Hát biztosan a stúdiózásra, az tuti, meg hát nyilván szeretnénk videóklippeket is forgatni. Talán ez a kettő, ami így a legfontosabb. Ezek biztosan. Így a sminkben még a beszélgetés előtt már azért így dumcsizgattunk a holnap estéről, és látszott rajtatok, hogy egy picit izgultok. Milyen érzések vannak bennetek a holnap estével kapcsolatban? Hát nagyon izgulunk, nem csak élünk. Picit. Minden bajunk van. De mitől? Hát profi zenészek vagytok. Hát az a helyzet, hogy ilyenben még nem volt részünk. Ennyi ember előtt játszani, és hogy ennyien dolgoznak körülöttünk, ez nekünk egy kicsit furcsa, és egy kicsit őszintén szóval zavarba is ejtő, de az biztos, hogy egy nagyon jó élmény. Igen, meg hát tudjátok, az a helyzet, hogy mi Vas megyében jövünk Felsőszölnökről és Rábagyarmatról, ez kettő pici falu, és ott nagyon bíznak bennünk, és nagyon-nagyon drukkolnak, és kicsit úgy érezzük, hogy képviselnünk el őket is, úgyhogy fel van kötve a nadrág, azt hiszem. Holnap lesz az utolsó előválogató, ezért már túl vagyunk kettőn. Tudjátok, hogy kik vannak még versenyben. Van-e számotokra kedvenc, vagy mondjuk ismerősök vannak-e a mezőnyben, vagy akiknek szurkoltok? Hát a zenevonatos forgatáson az MDC-s srácokkal egy kicsit összehaverkodtunk. Talán így ők, akiket a leinkább ismerünk. Igen, illetve az Aporozset zenekar, ami környékünkről származik. Ők ugye már nincsenek versenyben, és másik fordulóban voltak, de őket egyébként ismertük, és nagyon jóba voltunk. Vagyunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nektek holnapra, ne izguljatok. Hát nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Sziasztok.